Az egészségünk megőrzése fontos feladat. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy már gyermekkorban el kell kezdeni odafigyelni az étkezési szokásokra, a sok mozgásra és a megfelelő higiénia betartására. A fogak ápolása, tisztán tartása, a rendszeres fogászati ellenőrzés életünk szerves részét kell, hogy képezze. Vendégünk a ma esti miértben dr. Bartos Gábor, fogszakorvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye november a fogászati hónap itt Magyarországon. Hát talán kezdjük a legegyszerűbb kérdéssel, hogy hogyan kell megelőzni a mindenfajta betegséget, és mennyire fontos a prevenció, illetve melyek azok a fogbetegségek, amelyek a magyarokra jellemzőek? Hát az első kérdésre válaszolva azt mondanám, hogy a legeslegfontosabb a fogaknak a tisztítása. Hogy ez hogy történik, az már egy másik kérdés, hogy ugye a manapság divatos elektromos fogkefével, vagy pedig a régi hagyományos módszerrel, a mechanikusan elvégzett tisztítás, bármelyik jó, csak valamilyen tisztítást legyen. Fogkrémet pedig mindenki olyat használjon, ami jól esik neki. Ízlik, tetszik, pénztárcájának megfelelő. Egyáltalán kell fogkrémet használni a fogmosásnál? Hát célszerű, igen. Mire kell a fogkrém? Mert hát habzik, ugye, az a legfőbb tulajdonsága, és ezáltal segít eltávolítani a lepedéket, illetve a fogak közé beszorult ételmaradékot. Ugye ezáltal nagyon sokan mondják, vagy nagyon sokan ajánlják a fogorvosok közül az elektromos fogkefét. Mi a különbség a tisztítási módnál az elektromos és a hagyományos fogkefék között? Hát az elektromos fogkefe az gyorsabb, miután nagyon sok olyan elektromos fogkefe van, aminél a nyomó erő, amivel a fogakra nyomjuk a kefét, kontrollált, ellenőrzött, illetve figyelmezteti a használóját, hogyha túl erősen nyomja a fogkefét a fogakra, akkor ez ebből a szempontból előnyösebb. Igazából én azt szoktam mondani, hogy a lustáknak való az elektromos fogkefe, de ez így egészen nem igaz. A manapság használatos, nem olcsó elektromos fogkefék tudják azokat a speciális mozgásokat, kefe mozgásokat, amivel hatékonyabban lehet tisztítani a fogakat. Ugye az sem mindegy, hogyha mondjuk hagyományos fogkefével mossuk a fogunkat, hogy hogyan mossuk meg, milyen mozdulatokat végzünk. Hát nagyon fontos, hogy a tévhitekkel ellentétben az oldalirányú mozgásokat azt kerüljük. Ennek nagyon egyszerű oka van, hogyha oldalt mozgatjuk a fogkefét a fogak tengelyére derékszögben, akkor nagyon könnyen le tudjuk dörzsölni az ínyt a fognyakról, illetve megfelelő erősségű fogkefével barázdákat tudunk a fogba bele dörzsölni, ami későbbiekben a fognyaki érzékenységhez vezethet. És akkor hogy mossunk helyesen fogat? Hát helyesen úgy mossunk fogat, hogy fölülről lefelé a felső fogsornál, az alsó fogsornál pedig alulról fölfelé, ilyen söprő mozdulatokkal, és a felszínét, a rágó felszínét a fogoknak, az pedig körkörös mozdulatokkal. Ugye sokan használják a fogsejmet, ez mire jó? A fogsejm az egy nagyon hasznos dolog, ugye azt a célt szolgálja, hogy azokon a területekre, ahova a fogkefe nem ér be, ezek a fogak közötti területek, ahol a fogak érintkeznek egymással, azt a területet is meg lehet szépen tisztítani ezzel a fogsejemmel, mert ugye bevezetjük a két fog közé, és ilyen fűrészelő mozdulattal ki tudjuk tisztítani a fogak közötti területet. De nagyon kell vigyázni arra, hogy ezzel a fűrészelő mozdulattal az ínyt ne vágjuk el, vagy ne sértsük meg. Tehát tulajdonképpen akkor tisztítjuk meg teljesen a fogainkat, hogyha használjuk a fogsejmet is, meg a fogkefét is. Igen. És itt szeretném megemlíteni az én egyik vesszőparipámat, ez pedig a fogzuhany, vagy szájzuhany, ami egyesíti a fogkefe és a fogsejem tulajdonságait, kedvező tulajdonságait, azzal, hogy ezzel a kis berendezéssel nem tudjuk megsérteni az ínyt. Hogy néz ki ez az egész? Van egy kis víztartály, abban van egy szivattyú, van egy kis szelep, amivel tudjuk szabályozni a vízsugár erősségét, ami egy ilyen kis csövön keresztül távozik ebből a berendezésből, és ezzel kiválóan lehet a fogak közeit, tövét, a tasakokat, ami esetleg létrejön, kitisztítani. Plusz ez a kis vízsugár, ez masszírozza az ínyt,
Ezáltal serkenti az ínyben a vérkeringést, és így a szervezet saját védekező rendszerét is felhasználjuk arra, hogy egészségesen tartsuk az ínyt. Ez ugye azért fontos, mert minden ott dől el, hogy az íny mennyire egészséges a fogak körül. Amíg az íny egészséges és szorosan tapad a fogakhoz, addig a baktériumok nem tudnak bemenni a mélybe, és nem tudják elpusztítani a fogakat tartó szöveteket, illetve nem kezdik el enni a csontot, ami végül is a népbetegséghez vezet, ez az úgynevezett parodontózis, vagy fogágybetegség, ami sajnos a magyaroknál elég nagy számban jelen van. És ez a betegség vezet aztán ahhoz, hogy az emberek elvesztik a fogaikat. Tehát tulajdonképpen a helytelen fogápolás miatt alakul ki ez a betegség? Hát így nem lehet kimondani, hogy csak azért, de nagy szerepe van annak ebben. Ebbe természetesen még beletartozik a genetika, a külső egyéb károsító tényezők, tehát ha valaki olyan helyen dolgozik, ahol a fogait károsítja a munkahelyi környezet, de fontos a fogak tisztítása, ápolása. Jó, ezen kívül milyen jellemző betegségek vannak még a magyar szájakban? Hát sajnos a legnagyobb számban a fogszúvasodás fordul elő. Ennek többféle oka van, sokan kutatják, hogy mi az oka a fogszúvasodásnak. Ugye a kialakulása az nagyon egyszerű, a fogon megtelepedő lepedékben a baktériumok kiválóan érzik magukat, savat termelnek, ez a sav föloldja azt a nagyon kemény fogzománcot, ami a fogakat borítja, utána mélybe hatolnak, és az fogzománc alatt lévő puha fogszövetet pedig egyszerűen megeszik, és ezáltal kialakul a fogszúvasodás. Amikor probléma van, az már csak a fájdalomban jelentkezik, vagy esetleg a fogelvesztésben, vagy már korábban kialakulhat probléma, amit nem veszünk észre? Hát alapvetően ugye a fogzománc az nagyon kemény, tehát a baktérium egy nagyon kicsi ponton tudja megtörni ezt a védelmi rendszert, tehát mondjuk így, hogy egy gombostű hegynyi lukon tud beszabadulni a mélyebb rétegek felé. Ott viszont puha szövetek vannak, tehát azt vidáman elkezdi enni a baktérium, és amikor már kellőképpen nagy üreget vált a fogba, akkor egy harapásnál ez az üreg teteje, ami még most zománc, ez beomlik. És ekkor szokták mondani, hogy nekem belülről lukad a fogam. Hát ez nem igaz, mert ez kívülről lukad, csak nagyon pici a luk, amin keresztül bemegy a baktérium, és ezt nem látják. Tehát azért nagyon fontos, hogy évente eljárjunk egy fogászati ellenőrzésre, mert a fogorvos ezeket az apró pici lukakat más jelekből is következtetve föl tudja fedezni, és kellő időben elvégzett kezeléssel, ez egy egyszerű fogtömés, ezt a folyamatot meg lehet állítani. Ugye ilyenkor sokan megkérdezik, hogy mi a különbség a fogszakorvos és a szájsebész között. Tehát milyen problémával megyünk a fogorvoshoz, és milyennel a szájsebészhez, illetve minden fogorvos szájsebésze, és minden szájsebész fogorvos-e. Ez egy jó kis nyelvtörő is. De sikerült. Igen. Tehát alapvetően a fogszakorvos, ez egy szakvizsgával rendelkező általános fogorvos. Aki jogosult mindenféle beavatkozást elvégezni, ez lehet akár fogszabályzás, fogtömés, fogpótlások készítése és szájsebészeti beavatkozások, úgy, mint bölcsességfogeltávolítás, ciszta műtétek, és akár az implantálás is. Ha valaki szakosodni kíván, tehát valamelyik területben mélyebben el akar merülni, akkor úgynevezett szakvizsgákat lehet elvégezni, és akkor lehet ő a szájsebészeti szakembere, szakvizsgával rendelkező fogorvosa, lehet fogpótlástan szakorvosa, a fogszabályzás szakorvosa, illetve az endodoncia, ez a lefordítva magyarra, inkább a fogtömés és a fogmegelőző kezelések szakorvosa, illetve külön parodontológus szakorvos van, aki pedig a fogágybetegségekkel és az íny problémákkal foglalkozik. Hát akkor nagyon szerteágazó fogbetegségek léteznek ezek így van. Szerint. Igen. A másik nagyon divatos dolog mostanában ugye az implantátum beültetése, vagy fogpótlása gyakorlatilag. Mi alapján történik egy ilyen beavatkozás? Tehát
mikor kell implantátumot behelyezni, és milyen típusú implantátumok vannak, vagy mi alapján választja ki ön is? Az implantátummal történő fogpótlás hosszú múltra tekint vissza. 45-6 évvel ezelőtt ültették be az első implantátumot emberbe, Svédországban történt, és a pár évvel ezelőttig bent is maradta ebben az emberben, csak szegény meghalt, és ezért nem tudjuk, hogy meddig tart egy fogászati implantátum. Azt biztosan állíthatjuk, hogy 43 évig bent volt ennek az embernek a szervezetében, tehát addig jó. Mikor van szükség implantátumra? Vannak klasszikus javallatai az implantációnak, tehát például, ha valakinek fogszúvasodás miatt ki kellett húzni egy fogát, ez nagyon gyakori, ezek a 6-os nagyőrlő fogak, azt elég gyakran el kell távolítani, de egyébként a többi foga megvan. Régebben ezt úgy csináltuk, hogy a szomszédos fogakat lecsiszoltuk, és egy hidat kapott a paciens. Ma már nem szükséges az egészséges fogakat lecsiszolni, hanem a csontba beültetünk egy titánból készült csavart, és ez helyettesíti a kihúzott foggyökerét, majd erre készül a korona, ami ugye a fogat helyettesíti. Tökéletesen működő és funkcióképes fogpótlást lehet így csinálni. Mindenkinek ajánlható az implantátum beültetése? Tehát mindenki alkalmas rá, vagy vannak azért olyan speciális esetek, amikor valakinek nem ajánlja? Hát nagyon, nagyon kevés az eset, amikor nem lehet implantátumot beültetni. Ilyen egy általános eset a terhesség. Figyelembe kell venni az életkor, 18 év alatt nem jó volt az implantátum beültetése, illetve autoimmun betegségekben nem javasolt, illetve hát egész pontosan ellenjavalt, ugráló cukorbetegség esetén, ahol a cukor szintje, vércukor szintje nem stabil, ott sem javalt, illetve daganatos betegségek kezelése után egy évig nem lehet implantátumot beültetni. Ugye sokan óckodnak ettől a beavatkozástól, mert hogy gyakorlatilag azt gondolják, hogy ez egy komoly műtét, én magam is túlestem már ilyenen, és hát az én fogorvosom úgy oldotta ezt meg, hogy gyakorlatilag észre sem vettem, hogy egy implantátum került a számba. Hogy működik? Tehát, hogy mi a folyamata? Tehát, hogy egy kicsit fölkészítsük a betegeket, hogy azért ez nem egy olyan nagyon fájdalmas beavatkozás. Hát alapvetően helyi érzéstelenítésben történik. Én azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy olyan, mint egy fokúzás, csak más az irány. A fognál kiveszünk, itt meg beteszünk. Tehát helyi érzéstelenítésben történik. Egy pici ímetszéssel, hogyha már régen kihúzott fogról beszélünk, eltünk egy meccést az ínyen, egy fúróval belefúrunk, hűtés mellett belefúrunk a csontba, becsavarjuk ezt a kis titán csavart, és utána összezárjuk fölötte az ínyt. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja az implantálásnak. Ma már nagyon gyakori, és én magam is ezt preferálom, és többször ezt ajánlom a pacienseimnek, hogy fokhúzás után rögtön betenni az implantátumot, sokkal jobb eredmények vannak benne, és a betegeknek kevesebb kellemetlenséggel jár, hiszen már be van zsibbasztva, már bennül a székben, tehát már egy félelem sorozaton túl van, és akkor így egy legyet két csapásra, vagy két legyet egy csapásra el tudjuk ezt végezni. Gyakorlatilag az összes fog pótolható implantátummal? Minden. Olyan van, akinek az összes foga a helyén implantátum van? Minden fogat lehet pótolni implantátum, a kivétel a bölcsességfog, ezt nem szoktuk, de ha más megoldás nincs, mert például csak ott van hely, akkor természetesen annak a helyére is be lehet tenni. A korlátot általában anatómiai problémák jelentik, tehát fölül az arcüregek megléte, illetve alul bizonyos fontosabb arcidegek kimélése az, ami esetlegesen gátolhatja az implantátum betételét. Mindenkinek be lehet tenni implantátumot az előbbiek figyelembevételével, a betegségek kontraindikáció figyelembevételével, és nagyon, nagyon nagy százalékban meg is maradnak az implantátumok, egész pontosan a szakirodalom szerint olyan 2% az, ami sikertelenséget
veszteséget jelenti az implantátumoknak, tehát ez azt jelenti, hogy 100-ból 2 implantátum kiesik, valamilyen oknál fogva. Ezt igazából nem tudjuk megmondani, hogy mitől van ez, de az biztos, hogy mint minden másnál a dohányzás borzasztóan megnöveli annak a kockázatát, egész pontosan 5-szörösére növeli a kockázatát annak, hogy az implantátumot elveszítsük rövid időn belül. Tehát akinek implantátuma van, az ne dohányozzon. Hát amúgy se dohányozzon, de ha implantátum van, akkor meg végképp ne. Jó, felmerül a kérdés bennem, most, hogy így kiveséztük az implantátumunkat, hogy mennyire jellemző ránk magyarokra, hogy gyógyászati célból megyünk fogorvoshoz, vagy szájsebészhez, vagy pedig esztétikai szempontból. Hát korábban az volt a jellemző, hogy fájt a foga az embernek, és elment. Aztán ugye eszébe jutott, hogy valamivel rágni is kéne, tehát valamilyen fogpótlást csináltasson. Most már szerencsére ott tartunk, hogy egyre többen rájöttek arra, hogy a fog nem csak arra való, hogy együnk vele, hanem arra is való, hogy határozott megjelenést biztosítson számunkra, merjünk mosolyogni, amikor szükség van erre. Tehát egyre többen azért jönnek, hogy az egyébként elszíneződött, csúnyán álló fogaikat rendbe tetessék, tehát esztétikailag is rendbe hozzák a fogukat. Magyarországon mennyire jellemző a fogászati turizmus? Önnek azért van ebbe tapasztalata, hiszen Moson-Magyaróváron is rendel. Kik jönnek? Külföldiek elsősorban, azon belül is melyik országból érkeznek a legtöbben? Gondolom Ausztriából, de biztos vannak máshonnan is még, akik a fogaikat szeretnék megcsináltatni. Hát a fogászati turizmus a nemzetgazdaság nagyon fontos ága, jól teljesítő szereplője. A külföldi betegek azok a világ minden tájáról érkeznek. Jellemzően Ausztriából, Németországból, Franciaországból, Olaszországból, de nekem volt amerikai betegem, új-zélandi betegem, tehát a világ bármelyik részéről jönnek. Ugye de mondom, nem azért, mert fáj a foguk elsősorban. Hát elsősorban nem, természetesen a fogpótlás az, ami minden körülöttünk lévő országban sokkal, de sokkal drágább, mint nálunk. Tehát egyszerűen megéri egy amerikai betegnek repülőjeggyel, szállodával, 10-12 nap itt tartózkodással eljönni Magyarországra, hogy megcsináltassa a fogait, mintha ugyanezt mondjuk otthonában csináltatnám. De ez azért van, hiszen gondolom azért az alapanyagok vagy a felhasznált anyagok ugyanazok, vagy legalábbis hasonlóak a különböző országokban, vagy tőlünk nyugatra fekvő országokban, tehát nálunk akkor ezek szerint a munkaerő vagy a szaktudás az nincs megfizetve, vagy olcsóbb, mint külföldön? Hát a szaktudás... Mi a különbség? Igen, a szaktudás az nagyon magas, a magyar fogorvos képzés nagyon jó hírű és nagyon jó. Ezt elismerik azzal, hogy ide jönnek a betegek. A felhasznált anyagok azok ugyanazok, mint tőlünk nyugatra, mert más nem érdemes használni. Tehát amiért ide jönnek, amiért nálunk olcsóbb a kezelés, az a munkadíjnak az alacsony volta, tehát a szolgáltatási díjnak az alacsony volta. Emiatt tudunk mi olcsóbbak lenni, mint egy osztrák, egy német, vagy főleg egy amerikai fogorvos. És akkor azt úgy képzeljük el, hogy mondjuk önhöz, tehát ez egy teljes körű szolgáltatás, hogy megérkezik valaki Amerikából, és akkor egy hétig itt van, és az összes foga pótlódik, vagy tehát hogy néz ez ki? Hát ez olyannyira teljes körű szolgáltatás, hogy a repülőjegy foglalástól kezdve a szállodai elhelyezésen át, a programok megszervezésén keresztül, nem mellesleg a fogaikat is megcsinálva, teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani a betegnek. Arra van valami statisztikai adat, hogy ott Moson-Magyaróvár környékén, Sopron, tehát hogy hány fogorvos működik? Moson-Magyaróváron 142 fogorvos van. Ez nem kevés, tehát gyakorlatilag csak fogorvosból áll Moson-Magyaróvár ezek igen. Szerint. Szinte igen. Tehát van erre igény? Hogyne. És rengetegen jönnek. Egyre többen, bár most már az osztrák-német pacientúra kevesebb, de ez... De ennek mi az oka? Hát ugye ott is azért az életszínvonal egy picit csökkent, illetve mi lettünk egy picit drágábbak. Ezért inkább a francia
vonal az, ami egyre erősebb, és sokan jönnek Olaszországból, és mind a két helyen borzasztó drága a fogászat, a nem állami ellátású fogászat, az állami ellátásban pedig óriási várakozási idők vannak, tehát figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki szidja a magyar egészségügyet, hogy máshol is így van ez. Még egy nagyon fontos célország van, amit elfelejtettem mondani, ez pedig az angol betegek áradata. Nagyon-nagyon sok beteg jön Angliából, főleg mióta a fapados repülőjáratokkal nagyon könnyen elérhetővé vált a főváros is, illetve a nyugati határszél Bécs, illetve pozsonyi repülőterek megközelítésével. Jó, tehát akkor van erre igény, és ezek szerint fogorvos is, vagy fogászati szakember, aki ezzel tud foglalkozni? Hát természetesen, ahol igény van, ott megjelenik a... Egy utolsó kérdésre van még időnk, ami engem mindig foglalkoztat, de speciál az én fogorvosom lebeszél róla, ez pedig a fogfehérítés. Erről mit kell tudni, vagy mi ennek a pro és kontra érvek mellette? Hát én magam nem szeretem a fogfehérítést, nem is nagyon végzem a rendelőmben. Azok a metódusok, amik az utóbbi időben elterjedtek, hogy plázákban kvázi mint egy műköröm, vagy fodrászat, vagy kozmetikai szolgáltatás, fogfejlítési szolgáltatásokat végeznek, hát az aztán tényleg a legalja ennek a dolognak. Hát meg lehet látni otthon használatos lámpákat, amiket be kell tenni akkor, az emberszájába. Akkor ezt ugye átgondolták úgy, hogy most otthoni, úgynevezett otthoni fogfejlítőket kínálnak, de ezeket egyiket se javaslom. Ha minden áron fehéríteni akarja valaki a fogát, akkor rendelőt keressen föl, ahol ilyen beavatkozást végeznek. A fogfehérítést úgy kell elképzelni, mint mondjuk a fehér pólónak a kihipózása. Az elszülkült pólót, ha berakjuk kloroxos vagy hipós vízbe, akkor az ki fog fehéredni mosás közben. A fogunkat is, hogyha ilyen klórtartalmú, peroxidtartalmú fogfehérítő szerekkel kezeljük, akkor az ki fog fehéredni. De sajnos ez nem végleges megoldás, mert egy idő után ugyanúgy vissza fog színeződni, mint ahonnan indultunk. Kávé, vörösbor, teja, sárgarépalé, cékla, tehát erősen színező ételek, ezek visszaépülnek a fogzománcába, és ugyanolyan színű lesz, mint volt. Mindenkinek van egy alapfogszíne, amit a természet adott neki, azt ideig, óráig meg lehet erőszakolni, de utána vissza fog térni. Tehát aki egyszer fogfejlítésre adta a fejét, annak évente, másfél évente, két évente vissza kell járni, és folyamatosan végezni kell ezt a kezelést. Tehát tulajdonképpen fogadjuk el, hogy olyan szép csillogó fehér fogaink, amelyek mondjuk valamelyik újságból visszanéznek ránk, nem feltétlenül kell, hogy legyen. És nem feltétlenül, hogy azt a fehér fogat, azt fogfehérítéssel érték el, mert ennek van más módja is, a különböző héjak, különböző koronák, amikkel szép, szabályos és fehér fogsort lehet előállítani. Magam részéről egyébként szerintem a hófehér fogsor nem szép, mert nem természetes, mert az nem olyan színű, egy egészséges fognak nem olyan színe van. Nagyon sok hasznos tanácsot, meg kulisszatitkot hallottunk. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Önöknek pedig a figyelmet. Találkozunk holnap is. Viszontlátásra!